Nagyon sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt, és külön szeretném megköszönni a meghívást erre a konferenciára. Már csak két apropókán is. Az egyik az, hogy én magam, meg másrészt a mi intézményünk is azt gondolja, így határon túlról egy pici exotikumként ide tévenve a konferenciára, hogy a gazdasági és pénzügyi oktatás azt nem lehet elég korán kezdeni. Az, hogy középiskolában foglalkozzunk, meg foglalkoznak önök is ezzel, az azt hiszem, az csak az alapkövetelmény, és igazából ennél sokkal korábban is el lehet kezdeni, akár már alsó tagozatos oktatás kapcsán. Én azt a felkérést kaptam itt a mai konferenciára, hogy egy kicsit az erdélyi perspektívát mutassam be, azt, hogy mit tehet mondjuk egy egyetem a középiskolai gazdaság és pénzügyi oktatás fejlesztésében, és ahogy látható a mögöttem levő dián is, ugye én a mi egyetemünknek, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a modelljét vagy megközelítés módját szeretném bemutatni, de meggyőződésem, hogy ebben találhatnak önök is olyan elemeket, olyan részeket, amik akár jó példaként járhatnak elő akár itteni egyetemeknek, illetve itteni középiskoláknak. Az, hogy milyen szükség van erre a középiskola, és nem magunkkal kezdeném, azt hiszem ez is a politikai korrektségnek a része, az, hogy milyen szükség van arra, hogy középiskolában elkezdjük ezt a gazdaság és pénzügyi oktatást, az azt is mutatja, hogy nem csak a mi egyetemünk Erdélyben, nem csak a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem, hanem tulajdonképpen minden olyan egyetem, amelyik magyar nyelven biztosít gazdasági képzést, valamilyen módon, és általában egy ilyen versenyszerű, játékosabb jelleggel, ugye, amivel ezeket a generációkat meg lehet jobban, meg lehet szólítani, egy ilyen jellegű rendezvénnyel, ilyen jellegű versennyel próbálja a gazdasági oktatást, illetve önmagában a közgazdaságtannak a népszerűségét azt ugye növelni a középiskolában. Itt ugye az Erdélyben a Bábes-Bolyai Tudományegyetem mellett működő magyar nyelvű gazdasági képzés nyújtó egyetemeknek a versenyei látható. De én akkor rá is térnék arra, hogy mi hogyan kapcsolódunk ehhez, és hogyan egészítjük ki ezt a palettát, ami Erdélyben található. És egy kicsit tágabban mutatnám be a dolgot, ugyanis ez a középiskolai képzés, a középiskolások versenyzése, ez egy tágabb koncepciónak a része, és ez a koncepciónk, ez három pillérre épül, aminek nyilván a középső pillére az maga az egyetemi oktatás és egyetemi képzés, amit mi Kolozsváron, mondjuk úgy Erdély fővárosában nyújtunk. És nagyon fontosnak gondoljuk, mi importáltunk gyakorlatilag innen Magyarországról, vagy azt mondhatnám, igazából megőriztük a magyar hagyományokat, és az egyetemi képzéshez mi mindenképpen hozzácsatoljuk a szakkollégiumi képzést, ami ugye azoknak a diákoknak szól, akik még többet szeretnének, akik a szabadidejükből hajlandóak arra áldozni, hogy ezt a képzést elmélyítsék. Ez a mi egyetemi pillérünk, és nyilván ami az itteni konferencia közönségének érdekesebb, az a baloldali tartó oszlopa lenne, ugyanis mind az egyetemi képzésben és mind a szakkollégiumi képzésben, úgymond, most nagyon csúnya szóval élve, visszanyúlunk a középiskolai képzéshez, és megpróbálunk ugye mi is úgymond besegíteni, mi is hozzájárulni ahhoz a képzéshez, mert azt mondjuk, hogy egyetemi részről is egyébként a irreális elvárás az, hogy mi azt várjuk, hogy nagyon jól képzett középiskolásokat kapjunk, ha cserébe mi ezért nem teszünk semmit, akkor ez nem egy valós elvárás. Éppen ezért két programot fogok itt bemutatni, ami középiskolás képzéshez kapcsolódik. Az egyetemi szinten mi a közgázkaron, csak röviden mondom, mert nagyon hosszú a karunknak a neve, ez a közgázkar a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Megrendezzük minden évben, most már ezt egy 11 éves hagyományra tekint vissza, a középiskolások üzleti tanácsadó versenyét. Ez egy erdély szintű többfordulós verseny, erről majd egy picit részletesebben beszélek. És a szakkollégiumaink, több szakkollégium, 4 szakkollégium is működik az egyetemünk magyar tagozatán, külön csak a gazdasági vonalra fókuszálva. Ezek közül azt a szakkollégiumot hoztam el, amelyik a középiskolás képzésbe is besegít, és ez a gazdasági tanácsadó klub, talán már hallottak róla. Ennek is van egy középiskolás program, és ennek a középiskolás programnak a felépítését is meg szeretném mutatni. Miért gondoltuk mi egyetemként azt, hogy társulnunk kell a középiskolás gazdasági képzéshez? Ha rövid egy mondatban akarom bemutatni, vagy elmondani a mi missziónkat, a mi küldetésünket az egyetemünkön, akkor az, hogy mi olyan helyi gazdasági szakembereket szeretnénk képezni, akik nem csak helyileg, hanem nemzetközileg is versenyképesek. Tehát már a helyi piacnak
szeretnénk többségében képezni a gazdasági szakembereket. Nagyon fontos, hogy azt gondoljuk, hogy ők nemzetközileg is versenyképesek legyenek, és innen jön igazából a mi modellünknek, vagy a mi módszerünknek a harmadik tartó pillére. Azt gondoljuk, hogy ha mi nemzetközi versenyképességről beszélünk, akkor erről nem csak beszélni kell, hanem meg is kell mérettessünk nemzetközi szinten, és ugye ezen a harmadik tartó oszlop az, hogy a diákjainkat ténylegesen versenyeztessük, a nemzetközi porondon, megnézzük azt, hogy igenis Erdélyben egy kolozsvári egyetemről, korábban egy középiskolás képzésben részt vett hallgató, hogyan szerepel mondjuk egy nemzetközi mezőnyben, ahol a világ vezető egyetemeinek a hallgatóival kell összemérje a tudását. Ez a három pillér, amiről nagyon röviden fogok beszélni, nyilván egy nagyobb hangsúlyjal a középiskolás versenyünkre, és akkor én kezdeném is azzal, hogy hogyan néz ki ez a középiskolások üzleti tanácsadó verseny, amit még egyszer ugye a Bábesbolyai Tudományegyetem közgázkarának magyar tagozatán szervezünk, és ahogy említettem, ez 11 évadra tekinthet már vissza. 2019-ben idén már lezajlott március végén a versenyünk. Ez egy erdély szintű verseny. És talán a tartalmából az az érdekes, ez egy háromfordulós verseny. Az első két forduló az egyfajta piackutatási tevékenységet foglal magába. Ugye a mai adatvezérelt gazdaságban, ahol az adatok, azoknak az értelmezés, elemzés az egyre nagyobb fontosságot nyer, mi is azt gondoljuk, hogy akkor ennek valahogy le kell képeződni a mi versenyeinkben is. Az első két fordulóban adatgyűjtés, illetve ennek az adatoknak a feldolgozása, értelmezése a diákok feladata. Középiskolás diákokról van szó. 19-ben 25 középiskolát tudtunk bevonni ebbe Erdély szinten. Itt olyan középiskolákról van szó megint, ahol folyik magyar nyelvű oktatás természetesen Erdélyben. De hát most ezt nem számoltam össze, de ez körülbelül hát mondjuk egy olyan 7-8 megyét jelent Erdélyből, ahol ténylegesen komolyabb mondjuk létszámban történik ilyen jellegű oktatás. És akkor az első két forduló eredménye alapján választjuk ki azt a 16 középiskolás csapatot, akik bejuthatnak a kolozsvári döntőbe, ahol aztán egy más jellegű feladattal fognak szembesülni. Azt a részt is fontosnak találjuk, hogy nem elég ugye ezt a gazdasági tudást mondjuk megszerezni, az adatokat elemezni, feldolgozni, tudni azokat értelmezni, hanem a saját ötleteinket, ezeket el is kell tudni mondjuk adni olyan döntéshozóknak, akik majd annak a gazdasági ötletnek az életképességéről kell döntsenek. Itt egy esettanulmányversenyt szervezünk meg. És nagyon fontos, a koncepciónknak az egyik érdekessége, az az utolsó pont, idén 19 vállalati zsűritag vett részt ezen a verseny. Nagyon fontos, hogy a diákok teljesítményét a mi megközelítésünkben nem a tanárok fogják értékelni, nem középiskolás, nem egyetemi tanárok fogják értékelni, hanem olyan egykori diákjaink fogják értékelni, akik részt vettek a középiskolás programunkban, elvégezték az egyetemi képzésünket, a szakkollégiumi képzésünket, és ma már vállalatoknál felelős pozíciókat, és nagyon nagy arányban vezető pozíciókat töltenek be. Itt mindig örömteli azt elmondani ennek a versenynek a megnyitóján, hogy itt 20 éves fiatalokról van szó, akik erdélyi vállalkozásokban vezető pozíciót töltenek be, és ugye ők azt a modellt járták végig, amit ugye az előző szlájdon is mutattam. Itt látható néhány kép, ugye itt nagyon fontos, hogy nyilván a verseny és a játékos jellegnek a súlyát ugye ezekkel a díjakkal is természetesen meg lehet adni, és nagyon jó azt látni, hogy tulajdonképpen Erdély különböző városai, különböző megyei most már egymás között azért versenyeznek, hogy minél jobb helyezést tudjanak elérni ezen a versenyen. Nyilván ez 11 év kemény munkájának az eredménye. Ez lenne az egyik tartó pillér a középiskolás programban, és ugye itt még egy dolgot hozzátennék, hogy nagyon fontos az első két forduló, ahol segítjük a diákokat és segítjük a tanárokat, hogy mit jelent azt a piackutatást elvégezni, mit jelent adatokat gyűjteni, hogyan kell adatokat elemezni. Tehát tulajdonképpen egy közvetett módon, de hozzájárulunk ahhoz, hogy a középiskolai gazdasági képzés az kiegészüljön olyan jellegű tudással, amiről mi azt gondoljuk, hogy később a hallgatóknak az egyetemen, és természetesen utána a valós gazdasági életben, vállalatoknál, szervezeteknél, intézményeknél fontos szerepet fog játszani. És akkor a másik középiskolás program, ugye az a GTK-nak, a Gazdasági Tanácsadóklub szakkollégiumunknak a középiskolás programja. Ezt 2013-14-es tanévben indítottuk el, tehát ez egy viszonylag fiatalabb program, ez 5 éve zajlik, és hát a szakkollégiumi erőforrásokat tekintve nyilván egy kisebb kiterjedtségű, ez két erdélyi megyét, Szatmár és Kolozs megyét foglalja
magába. Ugyanakkor itt 6 iskola, 6 középiskola és összesen 90 diák vett részt a legutolsó kiadásán, tehát ez is egy növekedési pályára állított program. Itt 3 szakmai része van ennek a középiskolás programnak. Itt konkrétan vállalunk szakmai képzéseket azokban a középiskolákban, akik részt vesznek ebben a programban. Itt vállalkozástan, vállalkozási ötletkidolgozás, iparágelemzés, pénzügy, marketing, menedzsment, prezentáció technika, ez minden olyan elem, ami fontos későbbiekben egy gazdasági szakembernek, egy közgazdaságtan tanuló egyetemi hallgatónak. Ezekben szakmai képzéseket vállalunk, és igenis visszamegyünk azokhoz a középiskolákhoz, ahonnan tulajdonképpen mi is származunk, ahol mi is elvégeztük ezeket a középiskolákat, és segítjük a gazdasági képzést. És miután a hallgatók, akik beiratkoznak ebbe a programba, ugye ez az első pont, ez a szakmai képzések, a második pontban részt vesznek egy online üzleti szimuláción, ahol kipróbálhatják azt a tudást, ugye, amit elsajátítottak egyrészt a középiskolában, másrészt azokon a képzéseken, amiket mi nyújtottunk. És akkor jön a harmadik, természetesen, akik az első 2 fordulón jól teljesítenek, azok újra elnyerhetik azt a jogot, hogy Kolozsváron egy üzleti terv jellegű versenyen részt vegyenek, és megmérettessenek egymással. Itt szintén kiemelném, hogy azokat a szakmai képzéseket, amit ott a legelején említettem, azokat megint csak 20 éves fiatalok nyújtják ezekben a középiskolákban. Olyan fiatalok, akik abban a középiskolában végeztek, elvégezték nálunk az egyetemet és a szakkollégiumi képzést, és amint látható itt a mögöttem levő dián is, ma már akár vezető pozíciót töltenek be a régiónk meghatározó vállalatainál, és ők azok, akik ténylegesen egyrészt még nagyon közel állnak a középiskolásokhoz, másrészt viszont rendelkeznek azzal a szakmai tapasztalattal, amivel átadhatnak olyan releváns tudást a középiskolásoknak, ami később a középiskolás diákokat egyrészt a gazdasági szakma irányába terelheti, amennyiben ők ez iránt érdeklődnek, másrészt egyszerűen csak az általános gazdasági tudásnak a terjesztésében, az elmélyítésében tudnak segíteni. Harmadrészt pedig nyilván előkészíthetik ezeknek a diákoknak a jövőbeli karrierjét, azért, hogy könnyebben bejussanak az egyetemre, és majd az egyetemi képzés elvégzése után könnyebben tudjanak boldogulni a gazdasági életben, akár gazdasági szakemberként, akár teljesen más, bármilyen területen tevékenykedő szakemberként, hiszen erre a gazdasági pénzügyi tudásra mindenképpen szükségük lesz a jövőben, legalábbis mi ezt gondoljuk. És akkor ez a 2 pillér az, amiről részletesebben szerettem volna beszélni, de hát valamiről úgy beszélni, hogy nem megmutatni az eredményeit, azért az igazából csak egy tervszerű dolog. Úgyhogy erre építünk rá mi igazából ezután az egyetemen, és akkor nagyon röviden 2 dolgot emelnék az egyetemi és a szakkollégiumi képzésről is. Az egyetemi képzésünknél a kulcs az a gyakorlatorientáltság, és amiután ezeket a középiskolásokat be tudjuk vonzani az egyetemi képzésre, és sokuknak meg tudjuk mutatni azt, hogy ez a gazdasági pálya is vonzó lehet sok minden más mellett. Utána nagyon fontosnak gondoljuk mi is azt, hogy egy következő szereplőt vonjunk be ebbe a tevékenységbe, és pedig a vállalatokat. Ugye ott ugyanazt gondoljuk, amit magunkról gondolunk a középiskolások fele, ugyanazt gondoljuk a vállalatokról és az egyetem kapcsolatáról. Ha a vállalatok azt várják el tőlünk, hogy megfelelő minőségű gazdasági szakembereket képezzünk, akik nem csak helyileg, hanem nemzetközileg is versenyképesek, akkor a vállalatoknak is tenniük kell ennek érdekében, tehát nekik is segíteni kell ezeket a képzéseket. És ennek érdekében nagyon intenzíven sok különböző program keretén bevonjuk a vállalatokat a képzésünkbe, de ez itt most nyilván, ez egy külön konferencia témája lenne. És nagyon fontos ugye, hogy azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik a középiskolás mondjuk sikereiken, élményeiken felbuzdulva azt mondják, hogy még többet szeretnének elérni ebben a szakmában, azoknak biztosítjuk ugye a szakkollégiumi képzést, ahol még jobban elmélyíthetik a tudásukat. Itt számos program van, itt egyetlen egy érdekes programot emelnék ki, amit hát szintén 10 évvel ezelőtt indítottunk el, aminek a Management Shadowing nevet adtuk, ami konkrétan egy olyan program, ahol az egyetemi hallgatók, itt már első éves egyetemi hallgatókról van szó, akik 1-2 évvel ezelőtt ugye középiskolások voltak még. Ennek a Management Shadowingnak a keretén belül lehetőséget biztosítunk a legtehetségesebb egyetemi hallgatóknak arra, hogy egy menedzser, egy valós vállalatvezetőnek az árnyékaként tevékenykedjenek egy napig, vagy akár egy hétig, ez nyilván a partnervállalattól függ. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt megy a hallgatónk, az egyetemi hallgató együtt megy a vállalatvezetővel tárgyalásra,
hallgatja a telefonját, olvassa az e-mailjeit, beleszól a számolásokba, a döntésekbe. Tehát gyakorlatilag egyfajta árnyékként, de közösen működnek együtt egy naptól egy hétig terjedő időszak keretén belül. És számos más ilyen szakkollégiumi program van, ahol szintén ezt a gyakorlatorientált gazdasági képzést próbáljuk még inkább elmélyíteni. És akkor jön a harmadik tartószlopa annak, és ez igazából már az eredmények oldala, hogy mi történik akkor, amikor a hallgatóink egy ilyen középiskolás program és egy ilyen egyetemi program elvégzése után, vagy közben ugye akár a nemzetközi porondra is kilépnek. És itt ugye két, elkülönítettem itt az eredmény oldalt, két részt, a regionális esettanulmányversenyek alatt nyilván a Kárpát-medencében megrendezett esettanulmányversenyeket értek, és ami nemzetközi vagy globális, az ezen túli esettanulmányversenyekre gondolok, és amennyire tudom, külön az esettanulmányokról nem fogok szólni, hiszen az a délutáni modulban egy külön programpontot képez a mai konferencián. A Kárpát-medencei esettanulmányversenyekről csak egy mondatban azért annyit, hogy tulajdonképpen minden meghatározó magyar egyetem az megszervezi a saját esettanulmányversenyét, tekintettel, hogy különböző országokból jövünk, ezek nemzetközi versenyeknek tekinthetők már, de ugye itt a Kárpát-medence magyar nyelvű gazdasági képzést nyújtó egyetemei vesznek ezeken részt, és az eredményekről tényleg nem szeretnék nagyon sokat mondani, azt hiszem a jobb oldalon levő táblázatban levő 1-es, 2-es, 3-as számok, ami ugye a kolozsvári csapatoknak a helyezését mutatja a különböző versenyeken. Ezek a számok is tanúskodnak arról, hogy ez a program, amit felépítettünk, ez Kárpát-medence szintjén is versenyképes, és nagyon örülünk annak, hogy amikor mondjuk itt vagyunk Budapesten versenyezni, vagy amikor itt vagyunk bármelyik magyarországi egyetemen versenyezni, akkor egyenrangú félként tudunk fellépni ugye a helyi egyetemek csapataival együtt versenyezve. És hát ez csak a Kárpát-medencei szint, vagy a csakot ezt idézőjelbe tenném, de ugye ha küldetésként a nemzetközi versenyképességet is felvállaltuk Kolozsváron, Erdély fővárosában, akkor nemzetközileg is meg kell méretessünk, és itt csak nagyon gyorsan három erdélyi sajtóterméknek a szalagcímét emeltem ki, az, hogy hova jutottak el, és még egyszer kihangsúlyozom, itt kolozsvári, magyar nyelvű közgazdászokról van szó, és ha csak a legelsőt nézzük meg, a legelső címet, akkor arról a versenyről azt kell tudni, hogy még egyszer Kolozsváron tanuló magyar közgazdász hallgatók azok, akik képviselik Kolozsvárt, Erdélyt, Romániát, sőt azon a versenyen egyetlen európai csapatként jutottunk be a Harvard Egyetemnek a döntőjére, ami ugye a Harvard Egyetem, az bármilyen nemzetközi rangsort nézünk, az vagy az első, vagy a második helyen szerepel a több mint 30 ezer rangsorolt egyetem közül világszinten. Úgyhogy erre a szintre eljutni azt hiszem az volt nekünk úgy igazán az első nagy visszaigazolás annak, hogy ilyen programot indítani, és középiskolás szinten elkezdeni a képzést, az nem csak egy helyileg szükséges dolog, hanem egy olyan dolog, ami hogyha egy kicsit tágabban nézzük, akkor világszinten nemzetközileg is egy olyan modell lehet, ami versenyképes, és aminek a segítségével a mi fiataljaink fel tudják majd venni a versenyt gyakorlatilag a világ bármilyen gazdasági döntéshozójával, bármilyen gazdasági helyzetben helyt tudnak majd állni, legyen az helyi vagy nemzetközi érdekeltség, és ezért is örülünk külön annak, hogy ugye a pénztár vetélkedőnek is megvan ez a határon túli ága, mert azt tudom mondani ezekkel kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy itt most nagyon sok programot megmutattam, szinte minden programra túljelentkezés van. Tehát a középiskolásoknál igenis létezik az az igény, hogy az ilyen jellegű versenyeken, programokon részt vegyenek. És itt nagyon gyorsan, zárásként tulajdonképpen egy idővonal van azokról a versenyekről, amiken részt vettünk. Ugye a 2017 áprilisában zajlott ez a verseny, amikor bejutottunk a Harvard Egyetemnek a döntőjére. Aztán 2017 októberében a Norwegian School of Economics-on versenyeztünk, ugyancsak azzal a céllal, hogy nézzük meg, hogy hogyan szerepelnek a magyar felsőoktatásban résztvevő közgazdász hallgatók egy nemzetközi mezőnyben. Itt azt kell tudni, hogy 12 egyetemet hívnak meg a világ három kontinenséről, ez azt jelenti, hogy 4 hely jut Európának, abból egy a házigazda egyetemnek a helye, a norvég egyetemnek a helye, tehát marad 3. Most arra a 3 helyre még egyszer azt gondoljuk mi, hogy azt gondolja egy norvég egyetem, hogy onnan Kolozsvárról ezt a Bábes-Bolyai nevezetű furcsa nevű egyetemnek a csapatát kell meghívni, az szintén egy olyan eredmény, még akkor is, ha ezt a versenyt nem mi nyertük egyébként, hanem
a kanadai torontói egyetemnek a csapata. Még akkor is azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy fontos eredmény és egy fontos szintér, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy igenis itt a Kárpát-medencében a magyar nyelvű gazdasági képzések, azok nem csak itt közöttünk versenyképesek, hanem nemzetközileg is versenyképesek. Ezzel a versennyel kapcsolatban még egy mondatot tennék hozzá, hogy ez az első olyan versenyünk, ahova 2017-es teljesítményünk alapján 2018-ban is visszahívtak, tehát ez a három fennmaradó európai helyre 18-ban is úgy gondolták, hogy érdemes lesz a kolozsvári csapatot meghívni. 18 februárjában pedig, aki a nemzetközi versenyeknek a hat színterén jártas, azt ugye, hogy ez a legnehezebb verseny, és ide a legnehezebb bejutni, és hát 18-ban sikerült a kolozsvári csapatnak is bejutni, és innen van az első nemzetközi sikerünk, ugyanis ez egy kicsit ilyen foci VB jellegű, de csoportokra vagyunk osztva, és mindenki játszik mindenkivel egy-egy meccset gyakorlatilag, ami egy gazdasági feladatot jelent nyilván ez esetben. És itt az egyik mérkőzésünket sikerült megnyerni a kanadai Alberta Egyetem csapatával szemben. Nyilván hozzá kell tenni, hogy másik kanadai meg amerikai egyetem csapatával szemben alul maradtunk, de volt egy csapat, akit azért Kanadából szintén egy góllal sikerült mondjuk így focis hasonlattal legyőzni ezen a versenyen. És időben közelebb hozzánk, nem olyan rég érkeztünk haza a Washingtonból, a Georgetown University-ről, ahol szintén, és nagyon fontos, itt a csapat, aki a háttérben látható, van köztük első éves hallgató, tehát aki egy évvel ezelőtt még középiskolás hallgató volt, és azokon a programokban részt vett. Innen van a második fontos eredményünk. Nem csak részt vettünk és tanultunk, bár nekünk ez az elsődleges célunk nemzetközi szinten, hogy részt vegyünk és tanuljunk, hanem innen van az első olyan díjunk is, itt egy második díjat szereztünk, öt másik amerikai egyetemmel versenyezve, és folytathatnám ezt a sort. Még egy dolog lehet szurkolni nekünk, hogy holnap után indulunk a hollandiai Maastrichtban, és az itt látható térképen szereplő egyetemekkel fogunk majd megküzdeni. Tulajdonképpen két nap múlva kezdődik ez a verseny, úgyhogy én hamarosan indulok is pakolni Kolozsváron, és utána indulunk Maastrichtba. És amivel zárnám ezt a prezentációt, az újra ez a modell, amit a legelején megmutattam, és egyetlen egy mondatot szeretnék akkor csak a végére hagyni. Azok a diákok, azok a magyar közgazdász hallgatók, akik az előző képeken, a nemzetközi versenyeken szerepeltek, azok mind tulajdonképpen majdnem kivétel nélkül mindenki ezt a modellt járta végig, a középiskolás, egyetemi képzés és esettanulmányi versenyzés hármas fordulóját mondjuk így járta végig, és így tudták ezeket az eredményeket elérni. Tehát még egyszer csak meg tudom erősíteni azt, hogy igenis ezek a középiskolásoknak szóló képzések, ezek szinte azon is túlmutatnak, hogy most a gazdasági tudást szeretnénk terjeszteni, vagy hogy megfelelő gazdasági szakembereket szeretnénk képezni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét!